önmagában dermesztő volt azt látni, hogy ilyen elképesztő gonoszságot voltak képesek elkövetni a Hamas, a palesztin terrorszervezet tagjai, ártatlan civilek, izraeli idősek, nők, gyermekek ellen, de még dermesztőbb, illetve felháborítóbb látni, hogy Európa szerte több városban és más nyugati országokban is az utcákon ünnepelték bevándorlók a kegyetlen gyilkosságokat. Ez pedig nagyon komoly biztonsági kockázatot is felvet, hogy vajon hány olyan lakos lehet Európában, akik számára a terrorizmus ilyen pokozottan bestiális formája nemcsak elfogadható, de még ünnepelendő is. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kulifoly Máté! Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon fel a Youtube csatornára, és állítsa be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Az egyik ilyen felháborító eset például Londonban történt, számos felvétel felkerült a közösségi oldalakra, amelyeken az volt látható, hogy a brit főváros több negyedében spontán palesztin zászlós ünneplés robbant ki, miután a Hamas palesztin terror szervezet véres tömeggyilkosságokat hajtott végre izraeli civilek ellen. A helyzet olyan súlyos most Nagy-Britanniában, hogy a belügyminiszternek kellett külön utasítást adni a londoni rendőrségnek, hogy minden törvényes eszközzel lépjen fel a Hamas támogató megnyilvánulásokkal szemben. A Scotland Yard nem részletezte, hogy pontosan milyen incidensek történtek Londonban, de a közösségi oldalakon terjedő videó alapján száguldozó terepjárokon csüngő palesztin zászlót lengető ünneplőkről volt szó, akik kiabálva éltették az angol utcákon a terrorcselekmények elkövetőit a felháborító ünneplésen túl ráadásul közvetlen biztonsági kockázat is felmerült, mivel Suella Braverman, brit belügyminiszter arról tájékoztatott, hogy akárhányszor Izraelt támadás éri, az iszlamisták és más rasszisták az izraeli védelmi intézkedéseket használják fel ürügyként arra, hogy gyűlöletet szítsanak a brit zsidók ellen. Most is volt egyébként olyan felvétel, ahol beszólogattak járókelőknek, zsidó járók autókból. Éppen ezért egyébként külön nagyon magas szintű védelmi készültséget rendeltek el, hogy így próbálják megvédeni a Nagy-Britanniában élő zsidóságot. Ugyanígy Berlinben. Az utcákon összegyűlő tömeg éltette a Hamaszt, volt, ahol süteményeket is osztogattak, ez egyébként elterjedt szokás a palesztin területeken, ha valaki sikerrel hajt végre egy merényletet zsidó civilek ellen. Az ünneplésen túl azonban itt is történtek fizikai atrocitások, megtámadták például a német fővárosban az ország legnagyobb napi lapjának, a Die Weltnek a videós tábját. Rongálás is történt, a Hermann Platzon például egy köztéri szobrot sikerült palesztin színekkel egymás után többször is lefújni, a berlini rendőrség tájékoztatása szerint minden olyan gyűléssel szemben fel fognak lépni, ahol az Izrael elleni támadás dicsőítése történik. A közterek és zsidó intézmények védelmére fokozott készültségbe helyezték a rendőri állományt Németországban, csak Berlinben több mint 450 rendőrt rendeltek ki különböző helyszínekre, német közterekre, zsinagógákhoz, zsidó iskolákhoz. De a rendőröknek nem csak a zsidóságot kellett fokozott védelemben részesíteniük, hanem a hatóságok embereit is, hiszen több spontán megmozduláson a Hamas téltető fiatalok a rendőröknek is neki mentek, rendőrautók szélvédőjét törték be például, többjüket ezt követően Letartóztatták. A német kormány viszont úgy tűnik megelégelte a terrorizmus minden formájának közvetlen vagy közvetett támogatását, ezért bejelentették a fejlesztési minisztériumon keresztül, hogy felülvizsgálják azokat az eurómilliókat is, amelyek az ENSZ vonatkozó szervén keresztül a palesztin területekre juttatnak el segélyként mint ahogyan a fejlesztési miniszter fogalmazott, ezeket a pénzeket, a német adófizető pénzeit, a béke megteremtésére szánták volna, nem pedig a terrorizmusra. Hasonló ló jelenletek játszottak le Franciaországban, például Párizsban is, ahol meglepő módon messze nem csak a bevándorlók vettek részt, hanem francia lakosok is. A Hamaszt éltető vonuláson sok járókelő is megbotránkozott, tekintve, hogy mostanra már legalább 700 izraeli áldozatról tudni, és legalább 2100 sebesültről. A videókon látható, ahogyan egymással veszekednek a tüntetők és a kritikus járókelők, de arról egyébként egyenről nem tudni, hogy a párizsi rendőrség vajon közbelépette a tömeggyilkosokat éltető rendezvényen. Sokan egyébként a francia szélső baloldalt hibáztatják az egyre erősödő izrael ellenességbe ölt zsidó gyűlölet miatt. A francia miniszterelnök, a mostani események nyomán Jean-Luc Melanchon vádolta meg ő egy pártelnök antiszemitizmussal, miután nem volt hajlandó egyértelműen elítélni a Hamas terrorakcióit, hanem azt relativizálta úgy, hogy úgy próbálta megigazolni az erőszakot, hogy egyszerre ítélte el a palesztin iszlamista mozgalmat és az izraeli gyarmatosítást is a radikális baloldal szerint a Hamas akciója azért történt, mert a gádai övezetben, Cisjordániában és kelet Jeruzsálemben, idézem, folytatódott az izraeli megszállási politika fokozódása. Lényegében tehát örügyet fogalmaztak meg arra, hogy a terrorizmus indokolható legyen, azt mondva, hogy az erőszak erőszakot szül. A szélső baloldali párton kívül egyébként minden más francia párt határozottan és egyértelműen elítélte a Hamaszt, a vérontás miatt. De lehetne sorolni a többi európai nagyvárost is, ahol a Hamaszt éltető felvonulások zajlottak. A hollandiai Rotterdamban például több százan vonultak utcára, hogy a Hamaszt és a palesztin terrorizmust éltessék. Ezzel kapcsolatban Gert Wilders, holland politikus fogalmazott úgy, hogy az ilyen bevándorlókat haladéktalanul ki kellene tonontolni az országból. Vagy említhetjük Kanadát is, ott autókonvoj éltette a Hamaszt hosszú kilométereken keresztül, de érkeztek hírek Birminghamből, Amsterdamból, Helsinkiből, Stockholmból, és a sort hosszan lehetne még folytatni, mindenhol több száz, vagy talán ezer ember is összegyűlt a gyilkosok éltetésére. Magyarországon is vannak egyébként palesztin szimpatizánsok, 2021. júniusában például a hetek stábja is ellátogatott arra a belvárosi demonstrációra, amit arab diákok szádai szerveztek Budapesten, hogy az akkori Hamas terror és polgárháborús helyzet kapcsán a palesztin támadók mellett kiálljanak. Az egyik tüntető a stábunknak úgy fogalmazott, hogy egy nap Izrael nem lesz többé, el fog tűnni a térképről, egy másik diák pedig azt mondta, hogy lehet ezeket terrorizmusnak minősíteni, de szerinte az elnyomásban élőknek ez a legkevesebb, amit megtehetnek. Egy másik fiatal lány pedig új vélekedett stábunknak, hogy nem lehet elvárni azt, hogy ne legyen fegyveres ellenállás akkor, amikor Izrael, idézem a tüntetőt, kolonizálja a palesztin területeket. Az izraeli eseményekről percről percre tudósítunk a hetek.hu oldalán, kövesse ott is a fejleményeket, amelyekről természetesen itt a YouTube oldalunkon is be fogunk számolni. Ajánlom a figyelmükbe a hetek aktuális lapszámát is, amelyben most olvashat azokról a kutatásokról, amelyekért Nobel-díjjal tüntették ki két magyar tudósunkat is. Ebből kiderül többek között az, hogy az az attoszekundumos vizsgálat, amiért Krausz Ferencet jutalmazták, akár arra is jó lehet, hogy forradalmasítja a számítástechnikát, így az egy napon akár fénysebességgel is működhet. De írtunk arról a drámai kivonulásról is, ami a napokban zajlott le Hegyi Karabach térségében, ahol már mintegy 2000 éve élnek örmény keresztények, most az azerbajdzsániak ládadása, illetve zaklatása, fenyegetése miatt kellett elhagyni ősi földjüket az örményeknek, helyiekkel beszélgettünk egyébként a drámai napokról. De találhatnak elemzést a lapszámban a szlovák választásokról is, hogy milyen hatással lehet az európai politikára annak az eredménye, valamint Csepeli György szociológussal is interjúztunk ezúttal a népszámlálási eredmények vallási vonatkozású tanulságairól. A hit és értékek robotban egyébként arról találhatnak írást, nagyon is aktuális írást, hogy az elmúlt időszakban mennyire megnövekedett a zsidó és keresztény jelenlét a templomhegyen. Rekordszámú látogató is imatkozó ment fel az egyik legérzékenyebb földrajzi pontra az elmúlt évben is. A lapot kérje az újságárusítóhelyeken, vagy rendelje meg hozzáférését a hetek.hu per előfizetés oldalon. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett a podcast, kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornára, és állítsák be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretnénk támogatni további podcastjeink elkészültét, ezt is meg tudják tenni a videó alatti sávban található köszönetgomb megnyomásával, egy tetszőleges összeget kiválasztva. Előre is köszönünk minden felajánlást, vigyázzanak magukra!